A világ madártávlatból. Ebben az epizódban Dánia. Kelundbótól Szkényig. Mai utazásunk Kelundbóban kezdődik, Shetland nyugati partján. Onnan délre indulunk a part mentén, a Nagy Belt híd és Tosinge szigete felé. Aztán irány észak, Odense és Hans Christian Andersen szülőhelye, mielőtt nyugatnak fordulunk, Jütland és Billund a Lego otthona felé. Onnan a part mentén következik az Óhuszi királyi palota, majd Ebeltoft és történelmi hajója. Végül átrepülünk a hatalmas Limfjord felett, mielőtt befejeznénk utunkat Dánia legészakibb csúcsán, Skeinnél. Dániának körülbelül 406 szigete van, amelyből 70 lakott. Ezzel az országnak nagyjából 7000 kilométernyi tengerpartja van. Ennek folytán a dánok büszkék a tengerhez fűződő kapcsolatukra, egészen a vikingek kora óta, akik vitorlát bontottak, hogy felfedezzék a világot. A partvidéken kikötők százai találhatók, köztük jó néhány több száz éves. Kelundbó Dánia főszigetének, Shetlandnak a nyugati partján fekszik. A kikötő történelme a vikingekig nyúlik vissza, bár amit ma látunk, a 12. század elejéről származik. A Nagy Boldogasszony templom Dánia egyik legfontosabb történelmi imahelye, és ebből a korból származik. Nem lehet korábbi, mivel a téglát nem használták Dániában 1170 előtt. Az alaprajz egy görög keresztet formáz négy egyenlő hosszúságú hajóval. A kialakítás a jeruzsálemi Szent Sír templomra emlékeztet, amely nem meglepő, hiszen a keresztes hadjáratok korában készült, amikor a lovagok visszatértek a Szentföldről. Nagyon feltűnő nem csak a városban, hanem az egész országban is, hogy a dánok mennyire szeretik nemzeti zászlajukat, amely több ezernyi zászlórúdon lobog. Az öböl túloldalán fekszik a Lerkenborg palota, egy gyönyörű barokk épület, amely 1745-ben épült Lerke Lerkenborg tábornok, egy gazdag földbirtokos számára. Ez a stílus egyik legszebb dániai példája, és a tábornok leszármazottai mind a mai napig a házban laknak. A szimmetrikus háromszárnyú palota egy sor pompás farmházra néz, ezzel is tisztelegve Dánia mezőgazdasági öröksége előtt. Elképesztő módon a városok és kikötők kivételével a partvonal szinte érintetlen. A nyaralókat a fák közé építik messze a parttól, mert nem szabad tönkretenni a természetes tájat. És itt volt ezen a tájon Trelleborgban, ahol a vikingek felépítették az egyik körvárukat is. Ez a ritka maradvány, amelyet először az 1930-as években tártak fel, feltehetően a 10. század végén készült. A kör alakú váron belül két út köti össze a négy kaput. Az egyik bejáratot rekonstruálták, hogy megmutassák, milyen lehetett eredetileg. A kör alakú várat negyedekre osztották, és mindegyikben négy hosszú ház kapott helyet. Trelleborg bejáratánál az egyiket 1948-ban újjáépítették. Egy ilyen házban körülbelül 50 harcos lakott.
vagyis a település népessége nagyjából 1000 fő lehetett, mert számos más épületet is találtak a váron kívül. Amikor a vár épült, a folyó hajózható lehetett, és nem nehéz elképzelni, ahogy a vikingek hosszú hajói a parton horgonyoztak. Ma kisebb kompok indulnak a kikötőkből, utasokat és autókat szállítva a szigetek között. Sok embernek ez az egyetlen kapcsolata a nagyobb szigeteken lévő főbb városokkal. Dániának a tenger jelentette az életet évszázadokon át, így az ország minden vízi útján nyüzsögnek a nagy és kicsi hajók. Az egyik legfőbb tengeri útvonal a Nagy-Belt, amely Shetland és Fűn szigetét választja el egymástól. De 1997-ben összekötötték őket a világ egyik legnagyobb mérnöki vívmányával, a Nagy-Belt híddal. Ez a világ harmadik leghosszabb függőhídja, amely magába foglalja Dánia legmagasabb pontját. A nyugati végén alacsonyabban fekvő híddá alakul, és a vasútvonal is ezen fut. A szigetek közötti teljes hídszakasz 18 kilométer. Az építése 10 évig tartott, és akkoriban ez volt Dánia történelmének legnagyobb építkezése. Középen fekszik Spró szigete, ahol a vasútvonal elválik az úttól és a keleti alagútba fut, amely a második leghosszabb fúrt alagút Európában. A függőhíd 65 méterrel magasodik a víz fölé, vagyis a világ legnagyobb óceánjáró hajói még épp átférnek alatta. Becslések szerint minden nap 30 ezer jármű használja az átkelőt, és a keleti oldalon 22 útdíjkapu van. Mielőtt a híd megépült volna, és csak kompok működtek, csak 8 ezer jármű tudott naponta átkelni. Dániában semmi sincs túl messze a tengertől, így nem meglepő, hogy milyen fontos szerepet játszott a dán történelemben és kultúrában, egészen a nagyszerű viking korig visszamenőleg. Ez a tengerimádat a hétvégéken is látható, amikor a szigetek között, mint itt Tósinge mellett, több ezer különféle méretű és formájú hajó ringatózik biztonságban a vízen. Tósinge szigetéről a Valdemár kastély tekint le a tengerre. Ezt a csodaszép épületet negyedik keresztély építette a 17. század közepén ifjú fiának Valdemárnak. A király rajongott az építészetért, és ennek folytán sok gyönyörű épületet hagyott örökül maga után szerte Dániában, rengeteg adóssággal együtt. Valdemár azonban sosem költözött ide, mivel egy lengyelországi csatában meghalt, röviddel a kastély elkészülte után. Így hát a király egyik admirálisának adta, aki nagy győzelmet aratott a svédek felett, a csatában elfogott hajók fejében. Az ő leszármazottai élnek még ma is a házban. És ez az admirális volt az, aki a birtok fejlesztése céljából a 18. század közepén úgy döntött, hogy kibővíti Tronze falvát, és egy egész sor zsubtetős faházat épített a bérlőinek. Csodálatos módon 30-nál is több faszerkezetű ház túlélte az évszázadok viharait, és most szigorú védelem alatt áll.
Ezek a gyönyörű, festői szépségű házak a dán építészettörténet részévé váltak, és számos festményen, könyvben, plakáton és képeslapon láthatók. Az apró faházak és fönszigetének hatalmas erődje után Európa egyik legszebb reneszánsz kastélya. Észkó. A vár védelmi célzattal épült a 16. században és tölgycölöpökön áll a tóban. Az Észkó név jelentése tölgyerdő. A legenda szerint egy egész erdő kellett Észkó megépítéséhez, és a legenda nem járhat messze az igazságtól. Nem nehéz elképzelni, mennyi fa kellett ahhoz, hogy megtartsa ennek a hatalmas épületnek a súlyát. A kastély tulajdonképpen két hosszú házból áll, amelyet egy dupla fal köt össze, és olyan vastag, hogy titkos lépcsők vannak benne, sőt, egy mély kút is van a vízellátás biztosításához. Története során ebben a történelmi kastélyban számos különböző család élt. Majd 1784-ben eladták Henrik Billének, akinek a leszármazottai azóta is itt élnek. A kertek reneszáns stílusban készültek. Többek között ez a körkörös labirintus is, ahol akár 15 percig is eltarthat, mire eljutunk a közepére. Észkó nagyon népszerű turistahely, és Dánia egyik legfőbb látványossága. Egy másik népszerű célpont Fűn falu. Ez egy szabadtéri múzeum, amelynek célja a 18. és 19. századi hétköznapi épületek megőrzése. A 20. század elejére sok régi épület kezdett tönkremenni, és egy történelmi falu létrehozása volt az egyik mód arra, hogy megmentsék őket. A kezdetekkor csupán 8 épület volt itt, amelyet ide szállítottak és újra felépítettek. Ma már 26 épület látható. A múzeumot 1942-ben alapították a dánok, a II. Világháborús német megszállás alatt, egyfajta kapcsolattartásként, és azért, hogy emlékeztessék fünn lakói történelmükre és kultúrájukra. Ezen kívül gyülekezőhelyként is szolgált, ahol hazafias dalokat énekeltek a helyiek a háború kilátástalan napjaiban. Fűnsziget legnagyobb városa Odense, amely 170 ezres népességével a harmadik legnagyobb város Dániában. Történelme a vikingek koráig nyúlik vissza, továbbá itt temették el Dánia védőszentjét, IV. Knut királyt is, miután a város egyik apátságában meggyilkolták 1086-ban. De talán Odense leghíresebb lakója, aki ebben a kis házban született 1805-ben, az író, akinek gyerekmeséi az egész világot bejárták, Hans Christian Andersen. Szülőházam a múzeum és központ a munkásságát tanulmányozók számára. 1830-ra már sikeres író volt, és 1835-ben kezdte el kiadni híres meséit. A siker nem egyik napról a másikra jött el, de meséi az idő elteltével egyre népszerűbbek lettek, ma pedig már milliók olvassák. A kis hableány, a rút kiskacsa, Borsó szemkirály kisasszony, a hókirálynő és Hüvelykpanna csak néhány a legismertebb meséi közül. Fűn szigetét a régi és az új Kisbelt híd köti össze, Jütlanddal. Jütland Dánia egyetlen része, amely az európai szárazföldhöz kapcsolódik, és Németországgal határos. Az új Kisbelt híd 1970-ben épült, és azon kevés hidak közé tartozik a világon, amelynek fűthető az út burkolata, így mindig jég és hómentesen tartható télen. A Jütland szigetén található Jellingi templom nagyon fontos szerepet játszik Dánia történetében, mivel itt történt, hogy a 10. században a vikingek régi pogány vallása fokozatosan helyt adott a kereszténységnek.
Dánia királyai, öreg Gorm, majd ő utána a fia, kékfogú Harald, két hatalmas követ emeltetett itt, melyre korai keresztény szimbólumokat vésettek. A templom udvarban van még két hatalmas sírdomb, amely a kövek felállításával nagyjából egy időben készülhetett. Az pedig talán még figyelemre méltóbb, hogy a két sírdomb közötti föld alatt fekvő kövek egy 350 méter hosszú viking hajót formáznak. 1994-ben ezt a fontos történelmi helyet az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Innen pár kilométernyire nyugatra fekszik a Billund repülőtér, Dánia második legforgalmasabb légikikötője, állandóan teltházas parkolókkal. A nagy népszerűség oka az, hogy a kifutó másik végén Dánia legfőbb látványossága látható, amely nem a fővárosban, Koppenhágában van. Legoland. Ole Kirk Christiansen 1932-ben alapította meg a LEGO vállalatot. Az első játékok fából készültek, de 1958-ban szabadalmaztatták a ma is használatos öntött műanyag kockákat. Az első Legoland 1968-ban nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. Azóta van már Legoland Nagy-Britanniában, Németországban és az Egyesült Államokban is. A vállalat küldetésének tekinti, hogy inspirációt és támogatást nyújtson a jövő építőinek, hitvallása szerint pedig újfajta játékmódszerek úttörője kíván lenni. A nyitáskor beözönlő tömegek alapján a Vidám Park rendkívül sikeres, és mindenféle korú gyermeknek kínál valamit, miként a szüleiknek is. A játékok és programok között mindenki kedvére válogathat. Van itt Legorádó, egy vadnyugati játékpark, Kalózföld, a lovagok birodalma és a váraik, és talán mindközül a legismertebb a Miniland, ahol egy egész várost építettek fel több milliónyi ilyen legendás kiskockából. A LEGO becslései szerint a vállalat 50 év alatt körülbelül 400 milliárd kockát adott el. A jelenlegi termelés évi 20 milliárd darab. Vagyis, ha a valaha készült összes LEGO kockát szétosztanánk a föld teljes népessége között, akkor minden egyes ember nagyjából 60 kockát kapna. A LEGO név a leggott dán szavakból keletkezett, és azt jelenti, játsz jól. És világszerte gyermekek milliói tesznek így már több mint fél évszázada. Ideje északra fordulni Jütland keleti partján, a Marselisborg palotához, amely a dán királyi család nyári rezidenciája. A 18. századi ház a Marselis családnak épült, majd 1898-ban Dánia népe megvette a trónörökösnek és Alexandrina hercegnőnek esküvői ajándékul. A herceg lett később 10. keresztély király. Ez azt jelenti, hogy a palota a dán királyság tulajdona, és a királyi család minden jövendő tagja használhatja. Jelenleg második Margita királynő. Ő és családja 1967-ben kezdte nyári rezidenciaként használni a palotát, de itt töltik a húsvéti és a karácsonyi ünnepeket is. A ház és a park nyitva áll a nagy közönség előtt, ha a királynő nem tartózkodik itt. A tengeren átkelve kelet felé a Kólő-öbölben fekszik Ebeltoft kikötővárosa, ahol az egyik száraz dokban látható az egyik legnagyobb fahajó és még fellelhető csavarhajtású gőzfregatta világon. Ez az 1860-ban készült Jylland fregatt tökéletes példája a vitorlás és a gőzhajó közötti átmenetnek. 1864-ben az osztrák-porosz flotta ellen részt vett a legelső olyan csatában, amelyben végig vitorlák nélkül zajlott a küzdelem. 1908-ra a Jylland közel került a pusztuláshoz, de végül történelmi szerepe miatt megmenekült. Viszont csak az 1960-as években vontatták el ide Ebeltoftba, ahol megkezdődhetett a helyreállítása.
Innen 32 kilométerre nyugatra fekszik Dánia egyik legszebb vidéki épülete, a Klausholm kastély. Az 1690-es években Dánia kancellárja, Konrad von Reventlow gróf vette át a birtokot, amelyen egy régi rozogaház maradt rá. Azonnal lebontatta és felépítette a helyére a ma is látható épületet. Úgy tervezte meg, hogy ő a családjával a földszinten lakott, a felső szintet pedig nagyobb szobákkal és fényűzőbb berendezéssel meghagyta a királyi család ide látogató tagjainak. Az épület az egyik legkorábbi és legteljesebb barokk kastély Dániában. És így is maradt, mint egy időkapszulában az 1960-as évekig. Nem volt benne se áram, se folyóvíz, se központi fűtés, ezért csak a nyári hónapokban laktak benne. A jelenlegi tulajdonosok 1964-ben nagyszabású helyreállítási és modernizációs munkálatokba kezdtek, hogy felújítsák Klausholmot. Mindeközben pedig sikerült megőrizniük a 18. század elejének minden báját és stílusát a kastély látogatóinak legnagyobb örömére. Északra innen húzódik Dánia legnagyobb fjordja, a Limfjord, amely Jütland szigetét átszelve összeköti az északi és a balti tengert. Sok öbölből vagy tóból áll, amit keskenyebb csatornák kötnek össze. Régen a viking hódítók használták, akik innen indultak útnak a tengeren át Britanniába. Ma pedig a partmenti teherhajók közlekednek rajta a különböző városok között. És Limfjord egyik csatornájának keleti partján áll a régmúlt egyik mementója, a Spöttrop vár. Ez az egyik legjobb állapotban fennmaradt középkori vár Dániában. Az 1500-as évek elején épült és elsődleges funkciója a védelem volt, nem a kényelem. A dupla várárok és a hatalmas földből készült fal, vagyis mellvéd, a vár körül könnyű célponttá tett bárkit, aki megpróbált átkelni rajta. Egy ilyen kudarcba fulladt támadás során az egyik felső szint, ahol a katonák laktak, tüzet fogott, de nem javították meg. Spöttropot az 1940-es években állították vissza eredeti formájába, és múzeumként nyitották meg. Vissza a keleti partra és gyorsan közeledve utunk végállomása felé, szürkésbarna folyók sietnek a tenger felé a homokpatkákon, amelyek tisztán láthatók az alig fodrozódó vízben. Négyezer méter magasból az egész Kane-félszigetet látni lehet. Ezt a földsávot tekintik az északi és a balti tengert elválasztó határvonalnak. Néha úgy is utalnak rá, mint a fény földjére, mivel itt naposabb az idő, mint Dánia bármely másik részén. Ez a fény vonzotta a 19. század festőit is, és sokan Skane városában telepedtek le, ahol megalapították a Skane-i iskolát. Ez Dánia legészakabbra fekvő városa, és a festők, valamint más hírességek, mint Hans Christian Andersen érkezésével, Skane virágzó üdülőhelyé alakult. Az eredeti piros tetős sárga házak hagyományát azóta is folytatták, ahogy a város egyre nőtt. Szintén a 19. században történt, hogy a félsziget nyugati oldalán a homok dűnék mozgását megfékezték nagyszabású fű, bokor és fenyő telepítéssel. Az új pázsiton pedig megjelentek a nyaralók az 1900-as évek elején. Először nagyon egyszerű házak voltak áram és vízellátás nélkül, de a modernebb verziókban már minden megtalálható, amit a dán lakberendezéssel társítunk.
Jütland csúcsán a Grainen földnyelvnél fut össze a keleti és a nyugati part, Dánia legészaki pontján. Itt találkozik az Északi-tenger a Balti-tengerrel. Ez a dánok egyik legkedveltebb kiránduló helye is. És elkerülhetik a félsziget csúcsáig vezető hosszú, félórás sétát, ha felülnek a traktorvontatta buszokra, amit homokféregnek hívnak. Skén különleges helyet foglal el a dánok szívében, akik azért jönnek a Grainen földnyelvre, hogy a két tenger közt húzódó vékony homoksávon állhassanak, amely nem csak Dánia, hanem a szárazföldi Európa legészaki pontja is egyben. Jobb helyet nem is találhatnánk mai utazásunk lezárásához. Magyar szöveg Kvajzer Erika, narrátor Kocsis Marian, szerkesztő Nevelős Zoltán, munkatársak Csaba Tamás, Nagy Anna, Csorba Éva. A magyar változat a Sington stúdióban készült 2018-ban. Stúdióvezető Csaba László.